Üdvözlök mindenkit, én Szolyk, ezt mint láthatjátok a Szibéria 3 című játéknak a végijátszása. Hát belekezdünk-e a csodálatos játéknak, a csodálatos világának, a csodálatos mindenségességébe. Közben megyek ide a beállításokba megmutatni, hogy mi merre hány méter így játékmenet. Illetve a hangbeállítások, illetve az irányítás. Irányítás azt nem nagyon lehet átállítani, úgyhogy ezt kell megszoknunk. Hangbeállításoknál röviden, tömören, fejhallgatóval játszom az egészet. A játékon belül minden 100%-on van, illetve az OBS-en belül is én 100%-on vagyok, viszont az OBS csak 30%-ba veszi fel a játékot. Úgyhogy bízok benne, hogy így ki van egyenlítve az egész, és engem is lehet hallani, illetve a játékot is. No. Hát röviden, tömören, egy kicsit meséljünk erről az egészről, hogy mi is ez a játék. Ez egy point and click kalandjáték, nem túl akciódús, hanem ez egy lassú, vontatott, jó történettel megáldott játék. Tehát akik ilyen pörgős játékmenetre vágynak, azoknak én ezt nem ajánlom. De ennek a játéknak van egy múltja, egy rajongói tábora, aminek úgymond én is a tagja vagyok, vagy legalábbis annak tartom magamat. Én szerettem anno a Szibéria 1-et, illetve a Szibéria 2-t is, és nagyon sokáig gondolkodtam arra, hogy kell-e nekünk Szibéria 3? Na most, hogy erre milyen választ tudnék adni, a helyzet az, hogy nem szeretném itt lelőni a poént. Lényeg a lényeg, hogy aki kíváncsi amúgy a véleményemre ezügyből kifolyólag, én szerintem a legutolsó videóra majd kattintson rá, és ott is a legvégére. Mert ott majd részletesen szeretném ezt így kifejteni, hogy szerintem mi a helyzet ezzel a sorozattal, illetve mi a helyzet ezzel a játékkal. Jó? De akkor most kezdjünk is bele, nem is akarom húzni az időt. Röviden, tömören, két Walker nevezetű hölgyeményt fogjuk irányítani, és az ő kalandjait fogjuk végig játszani. Valahol Oroszország környékén. Most pontosan, hogy hol, azt így nem tudnám megmondani, de majd meglátjátok. Na, magyar felirat amúgy van hozzá, úgyhogy köszönjük szépen meg mindenkinek, aki részt vettem a magyar feliratnak a készítésében. És vágjunk is akkor bele, ne is húzzuk akkor az időt én szerintem. No. Ami előnye ennek a játéknak, hogy két játékmód, illetve nehézségmégi mód közül lehet választani, van az utazó, a történet miatt játszol, és tovább látható nyomokat is szeretnéd megjeleníteni. Illetve van a kalandor, szeretnéd élvezni az első két Szibéria játék adta játékélményt, így kevesebb látható nyomra van szükséged. Jó, én azt mondom, hogy menjünk kalandor szinten, mert tényleg, aki igazából először akar ilyen típusú játékkal játszani, az menjen az utazón, jó? Az én azt javaslom, én viszont úgy vagyok vele, hogy nekem elegendő a kalandor is, jó? Röviden, tömören így nagyjából így ennyi, úgyhogy akkor vágjunk is bele, meg is erősítjük. És ugye elmented ezt a játékmódot? Igen, elmentem ezt a játékmódot. Ha van hibája a játéknak, akkor itt van a legelső, hogy egyetlen egy játékmentés van. És ha jól vettem észre, nincs benne manuális mentés. Ez szerintem egy hiba. Na mindegy. Vágjunk bele, és akkor nézzük, hogy mit tartogat. Ha esetlegesen ilyen recsegő hangot hallotok a háttérben, ne haragudjatok, szerintem így kezdi a mikrofon megadni magát.
3 months ago, nomads found her dying in northern Siberia. Walker, Kate Walker, born in New York in the United States. She had an American passport on her. She showed up at the clinic last week. She's recovering. She's fine. You're certain, Olga Efimova? You have to keep her there until we arrive. I will do what it takes. You can count on me, Colonel. Hello, Kate Walker. Te ki vagy? Who are you? My name is Kirk, Kate Walker. Kirk of the Yukol tribe. Do you remember the Yukols? Where are we? My memory's all mixed up. There was a terrible blizzard with snow and ice, and then nothing. We are in the clinic of Dr. Zamyatin, in the town of Valsambor. How did I end up here? We Yukols migrate with our snow ostriches to the sacred lands. It's a long journey. A very special journey. 1 month ago, we found you dying on a riverbank there in the north. We took you in and our shaman cared for you. Afterwards, we continued our journey. And today, we are both here to finish getting better. Jó, mi történt? You lost a leg. It was an accident, you know. Some people don't like nomads like us. But don't worry about me. Dr. Zamyatin asked a master craftsman from Valsambor to make me a new leg. And he's going to put it on me when it's ready. It will be like a brand new leg. Why are you tied to that bed? That was the decision of Madame Olga, Dr. Zamyatin's assistant. She says I'm too restless, and it's the only way to make sure I get better. Apparently, it's going to take a long time to make my artificial leg. And in the meantime, my people are without a guide and are waiting for me, with the herd, so we can continue. Jó, mi a helyzet a lábaddal? If you don't mind my asking about your leg, what exactly happened to you? Soldiers bombed the route we were taking with our caravan. For no reason. Just to frighten us and force us to turn back. I was a bit too close to the explosion. A piece of rock. That's it. You mean the authorities did it on purpose? But why? They think that the snow ostrich migration has no place in today's world, and that my tribe should settle down once and for all. But we will never do that, Kate Walker. That would mean defying the spirits. And the Yukols fear the spirits far more than the soldiers. Jó, és a vándorlás? Why do the Yukols make the journey? My people live in symbiosis with the great snow ostriches, Kate Walker. Their wool protects us from the cold, their excrement feeds our crops, and their meat feeds us. They are also our mounts and beasts of burden, so we must follow them wherever they go. And do they migrate because of the weather? No, Kate Walker. They go to the sacred lands to reproduce. It is an event that only occurs a few times per century. For the Yukols, it is rare to be able to boast of having participated in more than 3 migrations during one's lifetime. Jó, és maga Kirk? The Yukols I've met didn't speak my language anywhere near as well as you. I'm very impressed. From time to time, missionaries and merchants came through our village. I learned very quickly, Kit Walker. It's important if I am to guide my people. I don't mean to be rude, Kirk, but aren't you a bit young for that?
The spirits do not take age into account when they choose a chief for the Yukos. And the spirits are very wise. They do not make mistakes when they choose the one who will guide our people on the sacred migration. Well, Kirk, I'm delighted to have made your acquaintance. I guess I have to go tell the staff that I'm awake, I feel fine, and I have no intention of hanging around here. Of course, Kate Walker. I'm sure someone will be in the yard. Maybe even Madame Olga. Jó, tehát röviden tömören akkor meg is kaptuk a játékot. Itt kicsit így elidőznék. Lényeg a lényeg, hogy billentyűzet és egér kombináció van. A játékhoz beletették, akkor én beszélni magyarul, beletették azt, hogy kontrollerrel is lehessen játszani. Ez amúgy szép és jó dolog, csak szerintem ez pont az irányításnak a kárára ment. Ami VOSD-vel lehet így mocorogni, ez így teljes mértékben jó, de lehet amúgy egérrel is. Csak az egér az nem mindig áll a helyzet magaslatán. Na. You should go for a walk in the yard, Kate Walker. That door leads right to it. Jó, na. Akkor, hát mivel ez egy nagyon-nagyon lassú játék, ezért mindent alaposan át kell nézni. De nem fogok amit sokat tökölni sehol se, tehát megpróbálom a lehető leggyorsabban megcsinálni a feladatokat, amik elénk állnak. Hello? Is anybody there? I don't think anybody heard you, Kate Walker. Try using the call button that's located next to the door. Na, akkor nézzük a... Nothing. ...gombot. It doesn't work, Kirk. Hmm. I think I saw some of the staff using it the other day. Take a good look at the mechanism, Kate Walker. Maybe you can find a way to get it working again. Bolted tight. Igen, oda van az csavarozva, de nem az a lényeg, hanem hogy el lehet forgatni az egész mindenséget. This diagram shows how to turn the call button on, but I can't do anything until I can get at the internal mechanism. Search the room. I'm sure you'll be able to find something you can use to open it up with. There's no screwdriver among the medication. I have to admit it's kind of reassuring. Na, akkor szépen lassan. You can't return this bell without opening it, Kate Walker. Körbenézünk, de lényeg a lényeg, hogy itt van egy kés. I'm sure the tip of this knife could get this screw out of the bell. Better than nothing, anyway. Jó, úgyhogy fel is vesszük a kést. That should do the trick quite nicely. Now try to use it to see if you can repair the call button. Ja, amúgy hozzátenném ezt otthon ki, ne próbáljátok, jó? Tehát de ebből a játékból tanuljatok meg, hogy hogyan kell csavarhúzózni, jó? No. Vannak nálunk amúgy dolgok, tehát egyetlen egy dolog van nálunk ezen kívül, Oscarnak az ajándék tárgya, ez gyakorlatilag Oscarnak a szíve. All that I have left of dear Oscar. Egyszer, illetve itt van amúgy egy kés, amit felvettünk, ezt is meg lehet tekinteni. This knife should make a perfect screwdriver or lever. Jó, és ezt kell nekünk ugye használni itt. Pontosan így, igen. Tehát le kell csavarozni ezt, és akkor le lehet venni a tetejét. Lenyomod, és igazából elkezdesz vele körözni. És meg is vagyunk vele. Na. If you're not sure, maybe the diagram you saw earlier might help. Igen, az ábra amúgy segít ebben, de nem egy nagy ördöngösség. Meg kell fogni, nyomba tartod, és... visszateszed a helyére, illetve ezt szépen megfogod és lecsúsztatod oda, majd aztán az egészet visszatolod, és a végül megnyomod a gombot. Finally. Right. Now I just have to find a supervisor. Well done, Kate Walker. I'm going to have a bit of a rest now. Please try to come back and say goodbye to me before you go. No, hát akkor nézzünk körbe.
Igen, itt középen van egy ilyen szökőkútszerűség, ezt hosszasan lehet amúgy nézni, ha az ember akarja. De ebből akkor most ki is lépnék. No, itt nagyon-nagyon sok, hát annyira sok nincsen, de van egy-kettő emberke, úgyhogy ezekhez mindén oda fogok menni. Tehát általában mindenki az oda megyek és fogok vele beszélgetni már, hogyha valamilyen információt adnak, ami segíthet bennünket a továbbhaladásban. The light, the wind, the heat. I can still feel it all. I dream of it every night. Cursed. We're all of us cursed. The light, the wind, the heat. I can still feel it all. I dream of it every night. Na, ezek az ilyen mellékes szereplőkről annyit kell tudni, hogy mindig kétszer kell rájuk kattintani, két mondatot mondanak, a harmadiknál mindig ismétlik önmagukat. Legtöbbször. Na. Eljövünk szépen erre is. Ezzel az úriemberre tudtam, hogy nem lehet beszélni. Ez zárva van. Ide meg ugye kellene valami. De nem a kés. Ez a hely majd egy kicsit később lesz fontos. Az előbb lehetett ez az emberre beszélni. Na, erről beszélek az irányítás szempontjából, hogy az egér az nem mindig van a helyzet magaslatán. Tehát például itt vannak ilyen problémák. The birds in the aviary are beautiful. My mother would have absolutely loved them. She loved birds. Always did. Up to the end. Baranor. Living hell. Never set foot there. Na, hogyha, akkor most mondom, tehát akinek problémája van így az irányítással, hogy nem tud valamire rákattintani, egérrel, billentyűzet, Q gombot kell megnyomni, olyankor ez előjön, legalábbis ugye ebből a szempontból, és utána gyorsan meg kell nyomni az E betűt. De úgy, hogy az egér kurzor itt legyen itt belül, jó? És akkor működni fog az adott dolog. Vagy elvileg a másik módszer az O gombnak a lenyomása. De ugye itt most az nem nagyon működik, de a Q-val elvileg így működik ez az egész. Tehát vagy O betű, vagy a Q betű. És utána meg egyből az E betűt valahogyan le kellene nyomni, jó? Na nézzük, hogy ez itt micsoda. The elevator to get out. Now, how am I supposed to open it? Jó, ide megint kell majd valami. Egyelőre az még nincs is a birtokunkban. Akkor haladjunk szépen tovább. I really tried. I tried to tell them I was a whole lot better. They just wouldn't listen. Whatever you say, they never listen. Jó, van ez így. Ha jól tudom, akkor erre egyelőre semmi nincsen. Ott van hátul két úriember, azokkal majd mindjárt beszélünk. Get your bearings. I understood that you'd be staying with us for a little while yet. If it hasn't already been done, go tell Dr. Mangling that you are finally awake. Jó, majd mindjárt. So you're finally awake. Has Dr. Olga been informed? Dr. Mangling's office is just there, the door right next to the mirror. Jó, majd oda bemegyünk, igen. Nem sokára. Have you seen the mammoths too? Go tell the staff, that way maybe they'll believe me. And have you seen any dragons too? Sárkányokat nem. Relax a bit. The monster of the lake can't get anywhere near you. We're way too high up, you know. And besides, the fountain pipes are far too narrow for its tentacles. Jó, köszi. Go hold your head under the ice water in the fountain, Nikita. That'll clear up your damn headaches. Not his time. This isn't a normal headache. It's like a pile of rusty nails rattling in my skull. Well, that's you settled then. Did you speak to Madame Olga or Dr. Mongoling? No. Because maybe they're the ones sticking the damn nails in my head while I'm asleep. Nail after nail through the nostrils. It's just like I told you. The only thing the doctors want is for us to get better. We'll go see the birds in the aviary later. It helps calm you down. It's even recommended when you have nails in your head. Someone should have a word with the maintenance department. Hát igen, mert egy kicsit az az indák így. Tehát ilyen a növényzet így nagyon durván végigfut így a falon. Na nézzük. It burns. It still burns, even after all these years.
And the nails! The damn nails in my head! Igazából azért is érdemes ezekkel az emberekkel beszélni, mert a játéknak a későbbi szakaszában majd értelmet nyel, amit mondanak. Dr. Olga, we should perhaps say hello. And he is besmitten who thought to besmite. Besmite? Get it? Jó, ő az egyedüli talán, aki nem mond többet. Jó, akkor itt már majdnem mindenkivel akkor ezek szerint beszéltem. Ha shiftet nyomva tartom, akkor tudunk futni. You're finally awake, number 10. What can I do for you? Well, it seems to me that I'm cured. And now I'd like to be on my way. Given your condition, that would seem somewhat premature and perhaps even unreasonable, number 10. Az állapotomban. What do you mean, my condition? You're in a coma for quite some time. That's not negligible. And even if you seem better physically, there may well be serious psychological after effects. So you're refusing to let me leave? Oh, no, of course not, miss. I have no intention of abusing any of the prerogatives of my position. Nonetheless, first you must submit to a series of tests that are designed to demonstrate that you have fully recovered. You understand. Please, sit down. On that? Yes, yes. Don't be afraid. What the? Don't worry about these restraints. Merely a simple formality that's part of the protocol that Dr. Olga, our supervisor, has implemented. Right. I do believe that we can begin. Now, be so kind as to state your first and last names, age, and place of birth, please. Jó, válaszolok neki. My name is Kate Walker. I was born in New York, and I'll be 30 this year. Good. Good, miss. Up until now, my device would seem to corroborate what you say. You're using a lie detector? It's procedure. Please stop worrying and talk to me instead of your friends and family. Are you on good terms with them? Nem hazudok, az igazat mondom. No, I cut off with them. I haven't had any news from my mother for weeks. And Dan, my fiancé, left me for my best friend Olivia. You seem to be basking in this chaos and anarchy, Miss Walker. Is this inclination for disorder connected to this Hans Vorarlberg and Oscar? You spoke about them at length while you were delirious. Félig... Please. Jó, hát... Oscar was hármas. A kind of automaton. Very special. Very sophisticated. You know, sometimes it was as if he was almost alive. He was designed by Hans Vorarlberg. Hans was a genius. The last of a long dynasty of precision machinery manufacturers. We went on a very long journey together. Then we landed on a small island in the sea called Siberia. Hans knew that there was still a herd of mammoths there that had survived from prehistory. Hans was obsessed by mammoths. Mammoths? Imagine that. It's a strange story, I admit. But I assure you it's the truth, Doctor. To be honest, what I'm interested in, Miss Walker, is that during your travels you were in contact with the Yuko people, the nomads who brought you here to Velzenbor. In your opinion, what should we fear from such a primitive tribe of savages who understand neither law nor border, refusing civilization and settlement? Nem, őket békén kell hagyni, az kész. I think, Doctor, that the Yukos live in harmony with nature, time, and space.
They have no real reason to change the way they live. Now that is an example of typical American idealism. Maybe you should go back to New York right away. I'm sure your brilliant ideas will be justly appreciated there. Igazából szerintem nem. I intend on going back. Not now. Later. And maybe never. So you intend to continue your journey through our country. A hazardous undertaking with neither goal nor destination. Pity for a brilliant New York attorney who seemed to have a gleaming future. That's not for you to decide, Doctor. For the rest, I think I've demonstrated throughout this interview that I present no psychological after effects from my injuries. I would therefore like you to authorize my release now. Of course, of course. Do calm down, Miss Walker. I'm sorry, but I'm not used to being interrogated like this. Some years ago, I would have interrogated you in a very different manner, Miss Walker. I grant that I may still feel some nostalgia for the good old traditional methods. Kis elektrosok, vagy mi? You're the last representatives of a world that is fast disappearing, Miss Walker. A disordered world that no one will miss. This key is much like you, unstructured and uncontrollable. If you're able to find a way to use it to leave this floor, then you shall have proved that you are permanently cured. I would like to get my things back before I leave. You will find them there. Your clothes are in these drawers. I thought you wanted to change. Even if you do eventually realize that you are nowhere near as far recovered as you were inclined to think when you tried to use the key. Jó, oké, oké. Na, akkor szedjük össze a dolgainkat. Opa. Szóval szedjük össze a dolgainkat. Turn around. Meg vagyunk. Feladatok megjelenítése amúgy az O betűvel van, igen. De igazából nem kell sok mindent csinálni, mert ugye már végigjátszottam a játékot. Egyszer-kétszer, úgyhogy nagyjából emlékszem rá, hogy mit kell csinálni. You seem somewhat upset. Try looking at the birds in the aviary. That should calm you. These mechanical birds were carefully designed by particularly ingenious craftsman from Valzenbor. Dr. Olga would not at all like to see you so agitated. Why not try to get some sleep for a bit? Your nomad friend is holding up well, at least. Meals will be served this evening. You seem somewhat upset. Jó, most már csak ugyanazokat mondogatja. That should come. Na, akkor menjünk ide hátra ez a két kedves úriemberhez. Hello. And who might you be, miss? Yeah, who are we speaking to? My name is Kate. Kate Walker. Kate. Kate Walker. That doesn't sound too local. Yeah. So how did you get here, Kate? Kate Walker? The Yukels brought me here. The Yukels? They're nothing but chicken thieves. A whole bunch of scumbag morons doing nothing but infesting the streets of Valzenbor. Yeah. Now they've come here to do their dirty work. You mean Kirk, I suppose. For 20 years we've been in this clinic. Since we got back from Baranor. Listen, this place has always actually been a quality establishment, I don't mind admitting. So we were pretty disappointed when we heard that Madame Olga is now letting in those degenerate scumbags from up north. Come on, Anton, come on. Madame Olga knows very well what she's doing. She must have her reasons for letting those midgets in here.
Jó, menjünk szerintem sorba először akkor a kijárat. Can you tell me where the exit is, please? It's there. But you won't be able to leave until you've had a meeting with Dr. Mongo Ling in his office. Yeah, he's the one who knows if you're cured or not. Jó, mi volt 20 éve? So have you really been here for 20 years? Yeah. At first we were kept for observation with some of our buddies after that damn mission to, Baranur. Leon and me, we're almost the last ones still here now. We don't know what happened to the others. Gotta say, some of them were pretty bad. Worse than us. Some guys who got it pretty bad. Fortunately, Madame Olga looks after us right. They look after us nicely here. Yeah. She looks after us good. She's a real lady, if you want my opinion. Jó, és mi történt Baranurban? Baranur? What's Baranur? A place. It's a goddamn hellhole. What are you talking about, Anton? That's all I have to say about it, Kate. Kate Walker. Can't stir up the past. I'll be leaving you then, gentlemen. Goodbye. See you around, Kate. Kate Walker. Yeah. See you around. Ew. My new treatment is making me fall asleep on my feet. I'm happy. Dr. Mongo Ling asked me to look after the maintenance of the garden aviary. You'll find Dr. Mongo Ling's office over there, behind the big mirror. How are you doing, Kate? Kate Walker. I really hope Madame Olga comes by on her inspection. My new treatment is making me fall asleep on my feet. Jó, na, akkor ezekkel is megvoltunk. Igazából talán itt ütközik ki legelőször, hogy szerintem az angol szinkronnál nem mindig voltak a helyzet magaslatán. Tehát szerintem az Anton nevezetű fickó, amit ugye a vékonyabbik, nem, úgy érzem, hogy nem igazán illik rá a hang. És nem ő lesz amúgy az egyetlen a játék során, akinél ezt érzem. De majd úgyis majd meglátjátok. Na, igen. Azt hiszem mindenkivel megbeszéltük, amit meg kellett beszélni. És megnézzük a zárat. Na nézzük akkor. Megnézzük egyetlen, ez micsoda. A kiárat kulcsa. What kind of twisted mind came up with this? Jó, hát akkor ez egy ilyenfajta kulcs, oké. Na, akkor használjuk. Na, és akkor itt van az első puzzle feladvány, ahol igazából be kell állítanunk a csápokat megfelelő helyre. Ez azt hiszem ide jön. Ez oda megy. Csak nagyon-nagyon érzékeny amúgy az egér. Jó, talán valahol itt. De ugye az a szerencse, hogy azért segít a játék abból a szempontból, hogy oda igazítja, amikor már ott vagyunk. Nem, az nekem már nem kell. Akkor mi az, ami még nincs a helyén? Még mindig ez az. És ilyenkor van az, hogy nem tudod, hogy melyik az, amit szeretnél már csinálni, mert pont itt vagy a közepénél. Érződik a kontrollernek a hatása. A kontrollers irányításnak a hatása. Na, meg is vagyunk. És nem történt semmi. But what on earth's wrong, Miss Walker? I don't understand. The key. It didn't work. I did warn you, you know. You can't be at all well enough yet to deserve to be released already. Maga szórakozik? You've got to be kidding. I managed to use your stupid key. Gently, Miss Walker. Protocol clearly. I don't give a damn about your protocol. I'm cured. So let me leave and just stop it.
Impossible, Miss Walker. The rule is very clear. Only those patients who are capable of opening the door may leave this floor. Jó, akkor... Madame Olga. Right. Since you won't help me, I want to speak with your superior, Dr. Olga. You can do that when she comes by to see you for her daily visit. But please don't count on me to disturb her before then. There's a problem with the key. That's obvious. I need to find out where it comes from. Jó, tehát meg is van akkor a... Be reasonable, please, Miss Walker. I'm sure that without treatment, in a few months, you'll regain all of your faculties. And you'll be able to leave the clinic perfectly cured. Persze, hát természetesen. Na, lényeg a lényeg akkor, hogy most össze kell szednünk valamit, amiből rájöhetünk, hogy hogyan működik ez a kulcs. I should inspect the key before I do anything else. Jó, akkor össze megvizsgáljuk a kulcsot. Amúgy Egér Görgőnek a lenyomásával lehet előhívni a dolgot, de vagy az I betűvel. Na nézzük. I already know that everything works here. Let's check the key. I already know that everything works here. Let's check the key. Ott. These holes. It looks like something's been removed from the key. No doubt about it. My key's been deliberately damaged. I need to find a perfect copy if I want to be able to repair it. Na és akkor most kellene nekünk egy leírás róla, amit itt találunk majd meg. Na és amúgy ez nekem nagyon tetszett, hogy így lehet így turkálni a fiókban. Így lehet így dobálózni ilyen dolgokkal, ceruzával, meg minden, de amúgy nekünk erre van szükségünk. Ez majd később is lesz majd ilyen feladat. Így turkálni más dolgokba. No. Igen. Ez kell nekünk. According to the picture, there's a pin missing. I need to find a way to fix it. But how am I going to manage it? Na, akkor nézzük, hogy amúgy mi volt ez. Egy brossúra. Amit sajnos nem tudunk kinyitni, és nem tudjuk lefordítani. Főleg úgy, hogy szerintem oroszul van az egész. És nem is tudom úgy forgatni, hogy jó legyen. Mindegy, ezt nem tudjuk elolvasni, sajnos. De majd lesznek dolgok, amiket el lehet olvasni, úgyhogy majd azokat majd el is fogom olvasni. Na, menjünk vissza akkor Kirkhöz, első felindulásból. Hát, hogyha ő tud nekünk tanácsot adni. How are you, Kate Walker? Is your departure from the clinic imminent? I'm afraid not. You seem upset. What's wrong? I have to use a kind of key to open a door and finally get out of this place. It's a kind of a test, you know? A test that I passed, but the key didn't work. And when I compared it with an original, I saw it had been sabotaged. I'm getting the impression they're trying to keep us here by any means, Kirk. Whether we want to stay or not. That's a serious accusation. Are you sure?
Hát, igen, a bizonyítékok egybe vágnak. Hmm. The proof is building up. First there's that key which doesn't work, and that bed you're trapped in, and your missing prosthesis. It's true that I've been very weak since I began Madame Olga's treatment. But she says that it's normal. She calls it temporary secondary effects. We really need to get out of here, Kirk. Unfortunately, I cannot undertake the long migration of the ostriches without the mechanical leg, Kate Walker. But you, on the other hand, you can leave. But how? Show me the model of the key you told me about. Jól eltart, megnyitjuk, és a brosúrát kell odaadnunk. Hmm, that's what I thought. With this, my tribe smith should be able to repair your key. If, of course, you find a way to get it to him. I doubt they have a postal service here. Go on to the balcony. Our shaman's messenger is never very far. I use it to communicate with my people. You can give it the key. It'll take it to my tribe smith. Got it. Thank you so much, Kirk. Na, akkor nézzünk kifele akkor ide. This must be Valsambor, the town Kirk told me about. Igen, ott van Valsambor városa. Kirk's tribe's camp, I guess. Ott a tábor, ott pedig a... Hey you! Birdie! Birdie! I've got something for you! Bagoly. Ami egyelőre nem érdekel, igazából nem tudom idehozni a bagolyt, mert ide kellene valami, csak az egy még nincs itt. Tehát még nincs eltáramba az a dolog, amire szükség van. Mindjárt megkérdezzük Kirköt, hát ha mond valamit. About that bird, Kirk. I must be doing something wrong. It won't come to me when I call it. It's true that the old owl is a bit of a lunatic. Have you tried to get it to land on the balcony? No, but I don't see what I can use for that. Look around the yard, Kate Walker. You may find something that might interest the bird. Why not? I'll give it a shot. Thank you for your help, Kirk. Jó, na, akkor nézzünk alaposan körbe, ott kint az erkélyen elsősorban, hát, hogyha találunk valamit. Őszinte leszek, nem. Semmit. Jó? És elvileg ideben sincs már semmi, úgyhogy szépen vissza kimegyünk. És akkor... Megnézzük itt hátul itt a madarakat. Hogy ide most már be tudok-e jutni. Hát ide nem. De nézzük, hogy mivel tudnám kinyitni. Talán a késsel? Lehetetlen. Jó. Automaton birds? Automata madarak, igen. Jó, hát akkor menjünk vissza. És itt van már az egyik sakkozó úri emberünk, a másik viszont azt hiszem eltűnt. Emlékeim szerint, de nem vagy, nem tűnt el. This key. I wonder if... Igen, van nála egy kulcs, de egyelőre azt még hagyjuk, jó? Egyelőre még nem akarom levenni róla. Először beszélgessünk a társával. Te meg menjél már innen! Yeah. Anton fell asleep in the middle of the game again. He says it's the treatment. But I think he does it on purpose to avoid losing. Yeah. Yeah. Anton fell asleep in the middle of the game again. Jó, oké. Tehát elaludt a kezelés miatt. Valami olyan kezelést kap, hogy folyamatosan alszik tőle. Úgyhogy, bocsi. De kell a kulcs. Na jól emlékszem, akkor említették, hogy igen, hogy a madarak azok megszokták őket nyugtatni. Na nézzük. Akkor nálunk van a kulcs. Anton kulcsa. As every day as it gets.
És akkor szükségünk van egy ilyen madárkára, mert ez majd ide fogja csalni a bagyot. Mechanikus madár. Na nézzük. You just turn the key to activate it. Jó, ennyi mechanikus madár. Mehetünk is akkor vissza, ez majd ide csalja a bagjunkat. Ha van még egy hiba a játéknak, akkor az, hogy néha napján a mellékkarakterek útba vannak. És miattuk nem nagyon tudsz mozogni. Na és akkor ide szépen berakjuk a madarat. Na és akkor most kell szólnunk a madárnak, bagolynak. Come on, come here. Nem? Nem akarsz szólni? Nem. Akkor felhúzzuk. The owl flew away with the key, Kirk. That's good news, Kate Walker. Now we only need... Kirk. What's wrong? Dr. Olga's treatment. Kirk! Kirk! Can you hear me? Wake up! Come, come. No need to be alarmed, Miss Walker. Mit művelt? Who are you? And what have you done to Kirk? You're the one who put him in this torture device. Calm down, Miss Walker. I'm Dr. Olga Efimova. You're- I don't care who you are. Bring Kirk round. Immediately. Fainting is a secondary effect inherent in the treatment, Miss Walker. Nothing more. In medicine, despite any discomfort, protocol must be respected. Oh, you mean that horrible mechanical bed where that poor boy is waiting for a prosthesis that never comes? That's protocol? And I suppose the same is true for the absurd interrogation I had to go through. You seem to have developed a singular paranoia since you came out of the coma. When we get the chance, I'll look into it. But for now, I'm going to ask you to please leave. I have to administer the next stage of the treatment to your young friend. Jó, hármas. Fine, I'm leaving. I hope all this is gonna help him. Well then, I can't imagine why you might think the opposite, Miss Walker. How is he? Your young friend is reacting to the treatment very well. Everything is fine. He's resting. Well, goodbye, Doctor. I'll come by and see you very soon, Miss Walker. Don't worry.
No. Szóval röviden tömör, itt az előzőnél volt egy ilyen választási lehetőség, ott igazából két kimenetel lett volna, hogyha ellenkezünk, akkor amúgy az lett volna, hogy kapunk egy nyugtatót, és akkor itt borulunk el, de igazából én azt választottam, hogy inkább kimegyek és visszajövök, mert történet szempontjából nem változik semmi, mert ugyanoda fogunk kijutni, hogy Kirk az... Hogy Kirk az elájul, vagy esetleg elalszik, és nem tudunk vele kommunikálni innentől kezdve. No, de közben visszajött a bagjunk. Kate Walker. Kirk. How do you feel? Not very well, I'm afraid. Jó, ki foglak juttatni innen. You can't stay like this, Kirk. I've got to find some way to get you out of that damn machine. You'll be putting yourself in danger for nothing, Kate Walker. Even if you find a way to get me out, I'm far too weak to go back to my people. And anyway, I need my mechanical prosthesis to undertake the Great Ostrich Migration. So what do you want me to do? I'm not gonna leave you in the hands of that crazy Olga. The best thing, Kate Walker, is for you to go along. And if you really want to help me, once you are outside, go to Valsambor and try to recover my prosthesis from the craftsman. If you bring it back to me, Dr. Zamyatin will put it on, and I will be able to go back to my tribe. Can we trust Dr. Zamyatin? I'm not so sure when I see what this clinic is like. The man has always been a friend to the Ukols. And I'm sure he'll be able to help you leave the hospital and find the craftsman in Valsambor. Okay. I promise to come back as soon as I can with your prosthesis, Kirk. Until then, hang in there. Thank you, Kate Walker. And may the spirits be with you. Kicsit sem volt Star Wars utalás, de mindegy. Az erő legyen veled. Itt meg a szellemek legyenek veled. Jó, nem, de teljesen jó volt, na aranyos volt. Na, lényeg a lényeg, hogy elvileg most már ki tudunk jutni. Mivel... megjavított kulcs. The Ukols did a great job. The key should work now. Nagyon jó. Elvileg most már nem kell a puzzle feladványt megcsinálni. Na, irány le az alsó szint. Erről a szintről kijutottunk.